Persze, hát beszélünk időközönként a böjtről, de úgy gondoltam, hogy most egészen aktuálissá válik a böjt, hogy a böjtről beszéljünk, mi is a böjt maga. Ugye, Prédikátor könyvében ezt olvassuk, hogy mindennek megszabott ideje van minden dolognak az ég alatt. Megvan annak is az ideje, amikor az ember ünnepel, és finom dolgokat eszik, és megvan annak is az ideje, amikor böjtöl. Most nem azt jelenti, hogy karácsonykor jót tettünk, és most jön a szent fogyókúra a böjt, és akkor most pár kilót ledobjunk, hú, jaj, de jó, hanem ez egy kicsit másról szól, egészen másról, ennek van egy erőteljes szellemi töltete, és hogy ezt meg tudjuk érteni, szeretném ezt, hogyha együtt megnéznénk ezt a Bibliából. Esdrás könyvében olvassuk ezt, amikor ezt az Esdrást indította Isten arra, hogy állítsa helyre a jeruzsálemi állapotokat, amikor ott voltak, teljesen leromlott minden, azt mondja Isten, hogy a dicsőségébe, hogy Isten eltervezt, állítsa helyre a templomot, az Isten tiszteleti rendet, valahogy vissza kéne állítani a régi dicsőségébe. Elküldte Isten Nehémiást, elküldte Isten Esdrást, elküldte Isten Zerubábelt, kellettek ezek az emberek, hogy helyreálljon az, amit Isten eredetileg eltervezett, és most is küld embereket, küld igehirdetőket, prédikátorokat, evangelistákat, azért, hogy Isten az életünkbe helyreállítsa azt, ami kezdettől fogva lennie kellene, vagy lenni lehetne. Ilyen szépen fogalmazzam meg. Esdrás 8.23-ban mondja tehát ezt a Szentírás, böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Az ima és a böjt az összetartozó dolgok. Böjtölni nem éri meg imádság nélkül. A Bibliában nem is nagyon olvassuk, hogy az imádságtól független lenne. Viszont nagyon-nagyon szorosan hozzátartozik az imádsághoz. Aztán mondhatnánk azt is, nagyon sok példán keresztül, hogy kik azok, akik böjtöltek. Mivel sok igeverset hoztam, szeretném, hogyha ti is segítenétek, és kikeresnétek velem együtt ezeket, és felolvasnátok hangosan. Úgyhogy hagy osszam ki ezeket az igeverseket. Jó? Szeretném azt, hogyha valaki, az első ember, és a sorrendre figyeljünk, az első ember Márk evangéliuma első fejezet 9-től 12. terjedő részét felolvassa, Kinga. Második ember Máté evangéliuma 4. fejezet első 2 versét, és a 11-es verset tani. Első 2 plusz 11. Jó? Aztán kérek még egy szemétek, a Lukács evangélium a 4. fejezet 14-es versét. Majd elolvasom. Feri, köszönöm. Aztán Máté evangélium a 23. fejezet 23. verse. Vali, köszönöm. Aztán Lukács evangélium a 18. fejezet 12-es verse. Tündi. Figyelek azért. Máté evangélium a 9. fejezet, 14-től 17-ig. Zsófi. Apostolok cselekedetei 13, 2-es és 3-as vers. Norvi. És Apostolok cselekedetei 14-es fejezet, 23-as vers. Jó. Édesapámat kérem, meg akkor jól olvas el. Nos, ezek a bevezető. Ezek a bevezető gondolatok. Jó? Tehát nézzük meg azt, mit mond a Biblia. Tehát, mondom nektek egy jó hírt, Jézus böjtölt. Márk 1.9-től 12-ig. Hát a kísértését ezt most kiolóztuk. Az nekem mindig jó, de most nem arról van szó. És Lukács 4.14. Nos, itt egy picit megállunk. Nézzük, mi történik Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus fölnő, és amikor mielőtt elkezdeni a szolgálatát, egy nagyon fontos momentumot látunk az életébe. Ez a bemerítkezés. Tehát az Úr Jézus adta nekünk ezt példaként, ezt a bemerítkezést, ami kifejezi az engedelmességünket. Oda megy bemerítő Jánoshoz, és azt mondja neki, hogy eljöttem, hogy alámeríts engem a Jordánba. Azt mondja bemerítő János, hát ki vagyok én, hogy az élő Isten egyszülött fiát, a názáreti Jézust én merítsem be, a megváltót. És azt mondja erre Jézus, engedj, mert így illik hozzánk, hogy betöltsünk minden igazságot, ami Istentől származik. Tehát Jézus azt mondja, hogy ez egy fontos igazság, amit be kell töltsünk engedelmesség által. Ugye az engedelmességünk, az a bemerítésünkkel kezdődik. Megmondom nektek miért.
Azért, mert amikor befogadod az Úr Jézus a szívedbe, lakozást vesz benned, azt mondja a Biblia, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, de szájjal teszünk vallást, hogy meg is tartassunk, tehát, hogy ki is mondjuk, ez elképzelhető, hogy egyedül történik. Lehet az is, hogy csak egy kis körbe történik. De pont ezért, hogy ez legyen egy felvállalt, egy nyilvános dolog, mindig is a bemerítés mindig is hitvalló dolog volt, értitek? De a hitüket az emberek megvallották. Elmondták azt, hogy hogyan ismerték meg az Úr Jézust, hogyan kaptak új életet, hogyan kaptak új reménységet Jézus Krisztus által. Erről szól a bemerítés. Megálltak, elmondták, és azt mondták, hogy vállaljuk Jézus Krisztussal együtt a hullámsírt, hogy eltemettettünk a réginek, egyszer és mindenkorra meghalt az a bűnös, régi, önző, emberi, csak földi, pusztán pszichés természetem, és föltámadtam, és élek végre, nem csak én, hanem Jézus él bennem, azt az életet, amit meg testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem áldozatul. Ezt mondták ezek az emberek. Nyilvánosan mindenki előtt megmerték vallani, hogy Jézus számukra nem csak egy dugi dolog, érted, hogy újjaj, ott sunyiba, ott el van raktározva ott valahol, ilyen zugba történt szégyenletes dolog, ezért nem mondjuk senkinek, hanem nyíltan, nyilvánosan, bátran a szellemi világ és emberek előtt megvallották azt, hogy ők Jézus Krisztushoz tartoznak. Értitek? Ez volt az első igazán nagy engedelmességi lépés, hogy nem takargatták, hanem fölvállalták a szellemi világ és emberek előtt is ezt az egészet. Ez egy örömünnep volt mindig is. Értitek? Ez volt az első dolog. A mi miért merítkezünk be? Azért merítkezünk be, mert vannak bűneink. Ráébredtünk arra, hogy eltévedtünk, bűnben élünk, és szükségünk van Jézus megváltására. Ami ez megtörtént a szívünkben, azt szeretnénk kifejezni. Egy külső látható szimbólummal is. Nem a bemerítés ment meg minket, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk, de ezt pedig megvalljuk bátran, mert engedelmeskedünk Istennek. Mert be akarjuk tölteni ezt az igazságot, és Jézus azt mondja, hogy kövessük őt, akkor ebbe is szeretnénk őt követni. Értitek? És lépünk. Ez nagyon-nagyon fontos. Az Úr Jézusnak miért kellett bemerítkezni? Az Úr Jézusnak nem azért kellett bemerítkezni, hogy lemossa a bűneit, meg könyörögjön Istenhez jó lelkiismeretért, amiért tesszük mi. Miért kellett? Mert amikor ő bement a vízbe, akkor így szólt bemerítő János, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Mondok egy képletes dolgot, ezt most így képletesen gondoljátok el. Mi amikor bemegyünk, mi lemosuk a bűnt, Jézus meg amikor bemerült, magára vette a bűnöket. Mert onnastól kezdve mondja róla János, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus azért mutatta meg, hogy ez az engedelmesség lépése, hogy ezt meg kell tegyük. Ha Jézusnak, érted, az Isten fiának nem volt derogáló, nem volt, érted, lényegtelen, hogy ezt megtegye, akkor nekünk sem lehet az. Nekünk sem lehet szégyen, nekünk sem lehet lekicsinylő dolog, hogy mi ezt nem tesszük, mert nem vállaljuk Jézusért. Na de, hogy mondjam, a bemerítésnek nincs értelme, anélkül, hogyha a szíved teljesen egészében nem a Jézus Krisztusé. Mert bemerítő János, ám zsidókat merítetve, akik körül voltak metélve, akik mindenféle bűnt eltávolítottak az életükből, a testükből, az életvitelükből, és megvallották nyíltan mindenki előtt a bűnös életformájukat. És azt mondták, hogy nem akarunk többet ebbe élni, hanem könyörgünk és kérjük az egyetlen élő Istent, hogy könyörülj rajtunk, és hozzon szabadulást az életünkbe, és hozzon gyógyulást és helyreállást. Értitek? És ez megtörtént. János bemerítette őket. Jézus viszont egy egészen új értelmet ad ennek az egésznek, mert azt mondja, hogy egy embernek egyszer kell az életébe igazán tisztességesen alámerítkeznie. Hitvalló módon, engedelmességből, amikor hitre jutott azután. Nyilvánosan megvalva, szellemi világ és emberek előtt is ezt az egészet. És Jézus azt mondta, hogy ő ezt megteszi értünk. Azért fontos ezt látnotok, mert ez egy örömteli esemény volt. Amikor ez megtörténik, először olvasunk a Szent Háromságról, egy időben, egy pontban. Mert amikor a fiú följött, az atya megszólalt, és a Szent Szellem leszállt. Milyen érdekes dolog, nem? Egy helyen, egy időben ott a Szent Háromság. Hát mielőtt Jézus eljött volna, hol lett volna a Szent Háromság? Hát persze, hát együtt voltak fent a mennybe, ne értsetek félre. Na de ez az, amiről olvasunk. Ott van. És ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
Isten nem szeret bennünket kevésbé akkor, amikor bűnben élünk, és akkor sem szeret jobban, amikor megtisztul az életünk. De azért hagyd mondjam el nektek, hogy abban, amikor bűnös az életünk, amikor össze-vissza van, fájdalmat okozunk egymásnak, magunknak, felségsértést követünk el Istennel szembe, értitek? Abba hogy tudna gyönyörködni Isten? Nem azt jelenti, hogy nem szeret bennünket, nem azt jelenti, hogy gyűlöl, utál, azt jelenti, hogy nem tud bennünk gyönyörködni, és nem olyan a kapcsolat Istennel. És akkor persze jön az, hogy félelem, meg rossz istenkép, meg rossz identitás alakul ki az emberre, persze. De nézd meg, amikor ezt az Úr Jézus ezt megtette, Isten mondta, hogy na ez az, ebbe gyönyörködöm. Ez egy hitlépés volt. Olyan dolog, hogy átél Isten szabadítását, örömét. Mennyi a menny? Így hallatszott ez az egész. De le is írják az evangélisták. Jó, hallható, látható volt. Fantasztikus volt. És Jézus egy ilyen örömteli esemény után, betöltekezve, Isten jelenítve a Szent Szellemmel, mit csinál? Hát kimegy a pusztába böjtölni. Miért nem ment be evangelizálni? Nem? Hanem most kellett volna telve Szent Szellemmel. Jézus, ördögöket űzni. Verekedj el a sátánnal, Úr Jézus. Most telve vagy Szent Szellemmel. Gyerünk, gyorsan, gyorsan. Kimegy a pusztába, pusztaságba. A pusztaságban mi van? A pusztaságban, hát leginkább semmi, de ha te kimész, akkor te ott vagy. És van-e olyan hely, ahol nincs ott Isten? Tehát akkor a pusztaságban, nagyon egyszerű, a pusztaságban, kedvesem, nincs más, csak Isten és te. Kellenek néha ilyenek, tehát ez nem ilyen lepusztult dologra gondolj. De tehát, hogy jaj, lepratelep az egész pusztaság. Na ne ilyenre gondoljál, hanem olyanra, mint a Hortobágy. Kimész, megcsavarod a bajszod. Ugye, lányok? Na jó, képzeljétek el, hogy a fiúk mit csinálják. Megcsavarod a bajszod a lavodon, fogod a karikást. Nem azért a végtelen szabadság érzése, hogy ez a puszta. De jó, hogy magyarnak születtem. Ugye? Hát, na most ezt akarom nektek mondani. Ezt gondoljátok, hogy bemegy a pusztába Jézus. De nem csattogtatni az ostort, ne erre értsetek, hanem azt, hogy bemegy, miért megy oda? Mert Istennel szeretne időt tölteni. Mert most nyilvánvalóvá lett sok ember előtt, hogy ő kicsoda, és azért kifejezi, hogy számára ki a legfontosabb személy, kihez szeretne tartozni. Most, amikor elindulhatna a karrierje, a szolgálata, the Jesus Ministries, beindulhatna, érted? Wow, világkörüli turné, minden gyógyító evangélista érkezett közénk, názett Jézus szemébe. Ő nem sztárolja önmagát, érted? Hanem mit csinál? Kimegy a pusztába Istennel időt tölteni, és még azt is megteszi, hogy böjtöl. Érted? Megint csak kérdezem, Jézus miért merítkezett be? Jézus miért böjtölt? Jézusnak annyira kellett böjtölni? Annyira gondja volt a testi dolgokkal, érted, hogy böjtölnie kellett? Vagy rá kellett kapcsolni egy kicsit, hogy hát hason az imája, hogy böjtölni is kellett érte? Vagy mit kellett csináljon? Nem. Tehát Jézus megmutatja a böjtnek egy igazán fontos lényegét, hogy a böjt az nem egy ilyen keresztény varázs dolog, értitek, hogy most böjtölök, és ha böjtölök, akkor Isten meg kell adja, mert most sarokba szorítottam a böjtel, vagy most varázslok egyet, mert böjtölök, és akkor most amiért imádkozom, az mind meg lesz, hanem a böjtölés az nem más, kedvesém, mint egy hőmérő. Érted? Hogy meg, csak ezzel nem szoktunk gondolkodni. Néha ilyen szellemi teljesítménynek gondoljuk a böjtöt, hogy ah, mennyit böjtöl. De valójában az egy hőmérő. Megmutatja, hogy hogy állsz. Milyen a szíved. Egy picit, egy kis önértékelés is, ha így veszem. Egy helyes istenkép kialakulása. Ma böjtben, érted? Tehát nincs más, csak Isten és te. Ugye? A böjt egy picit szembenézés önmagaddal is, az életeddel. Mi van benne? És kimész, és azt mond Istennek, hogy itt vagyok Isten, veled szeretnék lenni. Engem azt határoz meg, amit te mondasz, amit te gondolsz rólam. Amit te kijelentettél, amit te elkészítettél számomra. Ez az, és nem az, ahogy az emberek vélekednek rólam. Mert Jézust egyszer sztárolták, utána meg ott hagyta mindenki. Érted? Akkor egyszer fönt, egyszer lent. Most jó ember vagyok, jaj, de jó, most nem vőkő ember, felakasztom magam. Mit csináljak? Értitek? Tehát, ha Istentől van az identitásom, hogy ki vagyok én,
hova tartozom, mi adja az értékességemet, miért vagyok én fontos, hol vagyok én igazából biztonságban, és mit jelent a biztonság és a békesség. Na, az meghatározó. Jézus kiment és böjtölt. Miért? Leginkább azért, hogy példát mutasson nekünk ebbe is. De másrészt pedig pont ezért, mert tudta Jézus, hogy minden igazán fontos dologhoz az kell, hogy Istennel rendezett legyen a kapcsolata. Most, ha egy nagy döntés előtt állsz, ami nem arról szól, hogy most egy vagy két napod rámegy, vagy rámegy egy kis pénzed, 10.000, 100.000 forintod, hanem amikor már több millió forintos tételről van szó. Amikor arról van szó, hogy meghatározza az életedet az elkövetkezendő 20, 30, 50 vagy akár 80 évre, amíg itt élsz a Földön, akkor úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések ahhoz, hogy ne vedd félváról, és ne azt mondod, hogy hát jó, majd most kicsit alszok rá egyet, és gondolkozom. Jézus 40 napot és 40 estét volt kint. Érted? Hogy gondolkozzon, értékelje, Isten előtt legyen. Ember is volt ő 100%-ig és 100%-ig Isten. És hogy tisztuljon meg ezektől a behatásoktól, ami deformálná őt. Amit csak mások gondolnak, és nem Isten. És kiment 40 napot ott tölt Istennel. Nem evett, nem ivott, Istennel volt. Miről is szól akkor a böjt? A böjt nem arról szól, megint csak mondom, hogy egy ilyen szellemi fogyókúra. Érted, hogy nem eszek, nem iszok, nem csak ennyi. Nem az, hogy gyötörjük magunkat, és nagy aszkéták leszünk, és majd minél jobban gyötörjük magunkat, annál jobb szentek leszünk. Majd a tetvek gyöngyökké változnak a hajunkba, a Szent Margit, meg hasonló okosságok. Tehát érted, nem ezekről beszélünk. Hanem a böjtölés azt jelenti, hogy lemondunk számunkra valami létfontosságról, valami szükséges dologról, hogy az Úr jelenlétében lehessünk, kifejezve ezzel is azt, hogy számunkra ő a legfontosabb. Számunkra az ő véleménye a mérvadó. És mi, bár még itt vagyunk a Földön, de mi nem e világhoz, nem e világrendhez tartozunk, hanem Istenhez. Két lábbal vagyok a Földön, de nem a világi dolgokhoz tartozom, hanem Istenhez. És oda is megyek, én haza fogok innen menni. És nem félek a haláltól. Értitek? Jézus Krisztus ezt kifejezte, amikor böjtölt. És amikor böjtölt, odafigyelt Istenre, és nézzétek csak, jött a zavaró tényleg, jön a sátán. És elkezdi támadni. Ugye, jön a kísértés. Mivel kísérti, most ezt nem olvastuk föl, az első dolog, amivel kísérti, az, hogy biztos éhes lehetsz. Változtasd ezeket a köveket kenyérré. Akkoriban ilyen köveken sütötték a lángosokat, ilyen lángos kenyér volt, tehát még annak a kövekülnek, még kvázi, még olyan alakja is volt, mint egy kenyérnek. Ugye, még tényleg hasonlított, és hát nézd csak, nem hasonlít ez valamire? Kis öncélú jel, csoda, ó Jézus, megérdemled, neked lehet ezt tenni. Nem, tessék, de Jézus szerint nem. Mert megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az azt jelenti, hogy kenyérrel is, hogy életben maradjunk, de nem csak kenyérrel. Tehát az életünkhöz nem elég a kenyér, nem elég az, hogy eszel, iszol, nem elég az, hogy a szexuális vágyaidat kiteljesíted, nem elég az, hogy öltözködsz, hogy költöd a pénzt és megkeresed. Nem ez az élet, több is van ennél, mert nem csak kenyér él az ember, hanem minden igével, minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Máté 4:4. Ugye? Azt mondja Isten, ez a valódi élet, mert a lelkednek, a szellemednek is kell táplálék. Ki fogja táplálni, ha nem a teremtője? Ki fogja táplálni, ha nem a gondviselője? Ki fogja táplálni, ha nem az, aki mindent odaadott, érted, a megváltód? Hát nem akarja, hogy a lelked, érted, elvesszen. Miért vannak olyan vizsgődőszakok, vagy olyan időszakok az életünkben, már akkor már még kinőttük a vizsgődőszakot egy páran, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra, nem megy, és elmolyoljuk az időt, és elmegynek napjaink, mert mind nem vagyunk jól lelkileg. És mindent csinálunk, csak hogy jól legyünk lelkileg, és nem haladunk a dolgainkkal, a feladatainkkal. Miért van ez? Azért, mert nem csak kényel az ember, mert nem a fizikai dolgok határoznak meg, hanem a lelked nagyon is fontos. És mindenfele keressük a megoldást, mert nézzünk akkor egy kis sorozatot, jaj, interneten ezt-azt, tévézünk, beszélgetünk, találkozunk, eszünk egy jót, esélyek, azt csináljuk. És mégsem jön a várt áttörés a boldogságba, az örömbe, a békességbe. Miért nem?
Mert a lelkedet, a szellemedet nem lehet ilyen dolgokkal táplálni, kedvesem. A szellemi részt, csak a Szent Szellem, Istennek a szellemet tudja táplálni. Csak ő tudja megelégítetni. A te ígéd, a te beszéded szellem és élet, mondja a Biblia. Érted? Észreveszed, hogy amikor olvasol a Bibliát, és már nem azért olvasol a Bibliát, mert Isten megbüntet, hanem olvasom, mert félsz, mert rossz istenképed van, hanem érzed azt, hogy a Biblia olvasás az éltet. Az üzemanyag. Mert nem csak kenyérrel az ember, minden igével, ami Isten szából származik. Hogy döntsek jól? Érted? Hogy hozzámenjek valakihez, hogy gyereket vállaljak, hogy hol tanuljak, hol dolgozzak, hova költözzek, mit vegyek meg, mit ne, főleg amikor nagyon fontos dolgokról van szó. Hát mit csináljak? Hát hogy ne kérném ki annak a tanácsát, aki mindent lát, aki mindent tud, aki mindennél jobban ismer engem és a szituációt, és tudna segíteni ebbe. Nem? Ez nem azt jelenti, érted, hogy jaj, semmit nem csinálhatok. Jaj, uram, itt állok a húspultnál, tudom, hogy ez disznó. De hetekes sertést, vagy pulyka, vagy csirke, mit tehetek, uram? Nem erről szól, érted? Tehát arról szól, amikor igazán komoly döntés előtt vagy, hogy menjél ki és imádkozzál. Nézd, Jézus, hogy megy ki a pusztába, hogy megy böjtölni? Isten vezeti erre. Szent Szellemmel telve megy ki. Sok kísértést él át, és mit olvasunk neki? A végén, ki mondta neki, hogy 40 napot kell egyébként böjtöljön, vagy imádkozzon? Szerintem senki nem mondta neki. De egyébként ez a 40 nap, ez megjelenik Mózesnél és Illésnél, ha megfigyeltek, ugyanis Mózes, amikor Istentől kapta a törvényt, 40 nap és 40 éjjel ott volt Isten elébe, és nem evett és nem ivott. Hanem Isten természet fölötti módon táplálta. Azért lássuk be azt, hogy 3-4 napnál tovább étlen szomjan, hát nem nagyon marad életbe az ember. Mert Isten természet feletti jelenléte volt az, ami betöltötte. Aztán Illés, amikor menekülnie kellett, felébred, kövönsült lángos, ott van a ital, megissza, megeszi, és ennek az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, úgyhogy nem ivott és nem evett többet. Ugye? A 40-es számnak van egy ilyen szimbolikus jelentése is. Tehát lehet, hogy Jézus is ezt akarta megmutatni, hogy igen, az ő útkészítői Mózes és Illés, azaz a törvény és a proféták, ezt mondták, és ő eljött, hogy ezt beteljesítse. De egyébként meg szerintem a 40 napot azt ő döntött el, ő tűzte ki magának. Fontos ez, érted? Hogy volt akaratereje, és nem mondta azt, hogy hát nem mindegy, hogy most 38 vagy 40. Érted, ez a két nap. 38 az is szép teljesítmény, valljuk be, nem? Nem, mindegy. Most engedhetett volna. Nem, Jézus azt mondta, amit ő kitűzött, ő meg is valósítja. Nem hagyja félbe. Ez jó hír nekünk, hogy az életünkkel kapcsolatban sem hagyja félbe, annak ellenére, hogy jön a kísértés, jön a sátán, bekavar. Isten nem hagyja félbe, amit elkezdett. Ez jó hír. Nézzetek csak, 40 nap, 40 él ott van, és amikor kiállta, azt olvasjuk, hogy akkor utána angyalok jöttek, és szolgáltak neki. És jött egy nagy szellemi áttörés, és azt olvastuk, hogy a szellemmel betelve pedig elkezdte szolgálatát Galileában. Így kezdte Jézus a szolgálatát. Alá merítkezett, és böjtölt, és imádkozott Istenhez. Hát, ha Jézus így kezdte, akkor miért ne tegyük mi is így? Na, hozok még egy példát nektek, miért fontos a böjt. Mert a zsidók, a farizeusok is böjtöltek. Máté 23:23. Nézd, csak azt mondja, hogy ők egészen frankók voltak, mert böjtöltek, meg tizedet adtak. Csak ez a tizedadás és ez a böjt, ez ilyen automaticement, érted? Hogy nem gondolkozunk, mondja három miatyánkot, bármit tudok csinálni, közben mondom a miatyánkot. Hát ennek mi értelme van? Ó, ez majd föloldozást ad, kedvesem. A túrót ad föloldozást, ez egy baromság. Ez önhipnózis, önnyugtatás, ez baromság. Érted? Ha nem koncentrálok Istenre, nincs értelme. Jaj. Aki úgy böjtöl, jaj, éhes vagyok, jaj. Az nem Istenre figyel, hanem az éjségre, az ételre, a testére, nem? Értitek, hogy miről beszélek? Tehát ennek nincs értelme. Akkor inkább hagyja abban, inkább egyen aztán imádkozzon, mert lehet, hogy többet ér vele. Érted? De ha Isten népe ezt meg tudta csinálni az Ószövetségben, ezt látták, hogy ez fontos. És böjtöltek, és tizedhattak, azt mondja Isten, hogy ez is jó, csak ne felejtsd el, hogy az igaz ítélet kellene előrébb kerüljön, a lelkisége, a szellemisége az egésznek, az motiváljon, és ezeket sem elfeledni, mert ezek is jók. Csak nem ez a lényeg.
ilyen kegyességi gyakorlatokkal nem lehet közel kerülni Istenhez, érted? Most gyötröm magam, és akkor Isten jobban szeret. Nem. Ez így nem működik. Ez egy hőmérő. Hogy állsz Istennel? Ha Isten fontos, akkor úgyis meg fogod tenni, úgyis benne lesz az életedbe, úgyis érezni fogod, úgyis engeded, hogy indítson erre Isten szent lelke, Isten szent szelleme. Érted? Na nézzük csak meg még egyszer Lukács 18-12-t is. Na ezt mondja a farizó, hogy böjtölök kétszer egy héten, és tizet adok mindenből, amit szerzek. Na, farizeusok nagyon vallásos emberek voltak, mint a mai Magyarországon a legtöbb keresztény. Nem hittek igazából Jézus Krisztusban, nem hittek Istenben, maguk módján csinálták a vallásoskodásaikat. Szépen a felekezetüknek megfelelően betartottak mindent, amit kellett. Ugye? Na, mit akarok ezzel kapcsolatban mondani? Ha Isten szent szelleme nélkül valaki tud annyi önfegyelmet gyakorolni, hogy kétszer egy héten böjtöl, érted? Akkor mi miért ne tudnánk? Nem? John Wesley, amikor elolvasta ezt a részt, aki által a nagy ébredés történt, ugye a metodista mozgalomnak az egyik alapítója, frontembere, azt mondta, hogy akkor ő is fog, hát ezek szerint akkor ő is tud kétszer egy héten böjtölni. És ő meg is mondta, hogy minden szerdán és minden pénteken, ha jól tudom, azt hiszem szerda és péntek, vagy szerda és szombat volt, nem tudom, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem biztos, hogy két napig böjtölt. Érted? Tizedadás. Hát ezek engedelmeskedtek, ezt tudták, hogy ezt meg kell tenni. Gépiesen böjtölök, megalázom magam Isten előtt. És ez volt szerintem az egyik kulcs az, amiért Isten azért még mindig szeretettel nézett ezekre a farizeusokra, és Jézus annyiszor beszél a farizeusokkal. Két nagy párt volt akkor, két nagy vallási felekezetnek mondhatnám, voltak a szadduceusok, és voltak a farizeusok, a két nagy párt. A szadduceusok azok egészen jók voltak, ők nem hittek semmibe. Érted? Ők azt mondták, hogy nincsenek angyalok, nincs túlvilág, nincs örök élet, nincs föltámadás, nincs semmi, nincs szellem. Jó hívők, igaz? Farizeusok meg mindent hittek, de azt gondolták, hogy majd ők, majd így, majd úgy, majd a törvénnyel, majd a helyes cselekedetekkel, majd mindennel, majd ők ezt elérik. És ez nem kell Isten. Majd ők majd megcsinálják. De mégis, mivel kötődtek Istenhez, mégis mivel azért komolyan vették Istent és engedelmeskedtek, miért van az, hogy Jézus Krisztus százszor konfrontálódik a farizeusokkal, és csak néhányszor a szadduceusokkal? De lát, hogy ezekkel az emberekkel érdemes beszélni, mert ezek azért valamilyen módon, a saját módjukon is, de azért keresik Istent. És akik keresik Istent, azok, ne felejtsétek el, hogy azokat Isten is keresi. Sőt, Isten előbb kereste őket. És Isten szeretné, hogy aki keres, az találjon. És segített ezeknek az embereknek. Ezért van az, hogy a farizeusok közül sokan hívőké lettek, és sokan keresztényeké lettek, hogy mondja a Szentírás. Ezért van az, hogy a közéjük tartozó irányzatból többen támogatták a kereszténységet, mint Arimátia, József, Nikodémus, vagy akár Gamáliel. Gamálielről azt mondják egy pálan, hogy ő egy ilyen kriptokeresztény volt, hogy keresztény volt, csak ugye még tartotta a judaizmusát, és nem vállalta föl nyíltan. Ezt én nem tudom, a Biblia nem mondja, de az, hogy Arimátia, József és Nikodémus hívő volt, azt tudjuk, azt látjuk a Szentírásból. Nos, látjátok? A zsidók, a farizeusok böjtöltek. A tanítványok böjtöltek. Máté 9, 14, 17, hogy mondjak ellent is magamnak. Nagyon fontos bibliai igazságok. Én ezt megmondom nektek őszintén, amikor először olvastam a Bibliából, nem értettem. Persze, hát azt értem, hogy most új ruhát kivágna szét, hogy a régit összefoltozza. Tehát ezt odáig értem. De hogy mit akar ez jelenteni, nem értettem. Két héten keresztül minden nap olvastam ezt az igeverset, és nem mentem átra, és imádkoztam, és kértem Istent, hogy mondja már meg, mit jelent ez, mert nem értem. És hiszem azt, hogy az ő igéje, az ő beszéd olyan egyszerű, még az együgyűt is okossá teszi, hát akkor segítsen már nekem is, hogy érted, hogy megértsem ezt az egészet. Na, tehát mit mond az Úr Jézus? Azt mondják neki sokan, hogy hogyan van az, hogy a farizeusok böjtölnek, bemerítő János tanítványai böjtölnek, de a 12 apostol nem böjtöl. Hogy van ez? És Jézus azt mondja, hogy mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje a böjtnek, és megvan az ideje az ünneplésnek. Ők most ünnepelnek, mert velük van a vőlegény. Ugye most gondoljatok bele egy örömteli pillanatot, amikor mondjuk egy házasságkötés van, hát akkor ott nem a böjtről kell szóljon az a nap.
De utána vannak olyan időszakok, amikor külön kerülnek egymástól a házasfelek, vagy a házasságuk kezd egy kicsit gyengülni, akkor viszont ott az ideje a böjtnek és az imának. Ott az ideje arra, hogy Isten kerüljön előre. Értsétek jól, tehát eddig is Isten elő volt, de még jobban az életükbe, és Isten akaratát keressék, és esetleg a saját igazságukról, vagy a vélt igazságukról tudjanak lemondani. És ne a saját igazságokat keressék, hogy mert nekem van igazam, mert így kell legyen, mert úgy. Érted? És oda mennek Isten is böjtölnek. Azt mondja Jézus, hát nézzétek, én velük vagyok, most miért böjtöljenek? Itt vagyok minden nap velük. 3-3,5 éven keresztül ott volt velük. Együtt ettek, ittak, lefeküdtek, majdnem mindig egy légtérben voltak, érted? De azt mondja, Jézus, velük vagyok. Majd ha nem leszek, majd akkor böjtölni fognak. Mert akkor már nem lesz olyan egyszerű, hogy Úr Jézus, mi a jelentése a magvető példázatának? Na gyertek, fiúk, elmagyarázom. Hanem akkor úgy gondolkoztak, hogy mit akar ez jelenteni? Vajon mit csináljak? Vajon hogy legyen? Gondolkozok. Csak egy egyszerű példa, és nem feltétlenül a böjthöz kapcsolódik. Tehát Péter, amikor fönt van ugye a tetőteraszon, és akkor várja, hogy készítsék az ebédet, ő meg imádkozik, és akkor lát egy látomást, és nem érti. És nem elégszik meg az, hogy jó, kaptam valamit, majd megértem, és lemegyek, most kajálok, hanem nem, azt mondja, hogy fontosabb ez, hogy megértsem Isten akaratát, mint az, hogy most egy jót tegyek. Érted? De fontosabb az, hogy jót tegyek, mint hogy jót egyek. Mondhatnánk ezt is. És jót akar tenni. Tehát, hogy jó, a legjobbat. Isten szerint valót. Tehát látjuk ezt is, hogy nekik akkor nem kellett, de aztán nézzük, csak Abcsel 13:2-3. Tehát látjátok, hogy érezték azt, hogy előre kell menjen a gyülekezetünk, az életünk, a családunk, hát ahhoz imádkozzunk, bőjtölünk, keresünk Isten akaratát. Isten szólt hozzájuk, és amikor szólt, akkor a válasz az volt, hogy most megint imádkoztak és böjtöltek azzal a konkrét céllal, hogy Isten különleges áldása és kenete legyen ezeken az embereken, és utána pedig különleges módon kézrátétellel imádkoztak. Kézrátételes imádság ritkán van a Bibliába, legalábbis ilyen jelleggel, ugye megint csak visszatérek a bemerítéskor látjuk, kirendeléskor, felavatáskor látjuk ezt, vagy éppen mondjuk házasság vagy szövetség kötéskor van ez, de máskor nagyon nem látjuk azt, hogy valakihez hozzáérünk, és úgy imádkozunk érte, vagy betegekért, az nem ugyanez a kézrátétel, de most erről nem beszélünk. Mert látjátok, mennyire összefügg az imádkozással, meg a különleges ünnepi dolgokkal és a böjt. Na, nézzük még egy utolsót, Abcsel 14:23. Ez is a hitüket fejezte ki, hogy böjtölnek, imádkoznak, Istent keresik, az ő tervét, az ő akaratát. Nos, ha Jézus böjtölt, ha a zsidók, a farizeusok böjtöltek, hogyha a 12 apostol és utána Jézus Krisztus többi tanítványa is böjtölt, akkor úgy gondolom, hogy nekünk is fontos az életünkbe, hogy mi is böjtöljünk. És legyen ez az életünknek a része. Jézus Krisztus így beszél erről, másik helyen, ugye a Máté evangélium a 6. fejezetben lehet ezt olvasni, a hegyi beszédben, egy nagyon-nagyon fontos rész. Azt mondja 16-os verstől 18-asig, amikor pedig böjtöltök. Mit jelent ez a kis mondat? Amikor pedig böjtöltök. Ez feltételezi azt, hogy böjtölsz. És nem az, hogy egyszer, amikor böjtölsz életedbe, hanem amikor pedig böjtöltök. Tehát ez egy szokás, ami időközönként, nincs megszabva a Bibliában, hogy hányszor, hetente, havonta, évente, hogy kell, de ez egy rendszeres szokás az életedben, ami benne van. Megjegyzem, a fürdésről sincs benne szó, de azért ez is egy szokás, és gyakoroljuk is általában, ugye naponta, ki hetente, ki havonta, vagy évente, de valamilyen szinten ezt gyakoroljuk. Már negyednapos, már szakam, összör csak viccelek, de... Tehát azért látni kell, hogy ezt mondja az Úr is, amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat, sőt, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked nyilvánosan. Lábjegyzetben benne van, ez nyilvánosan. Milyen fontos ez? Tehát akkor böjtölsz, akkor... Ha.
Jaj, úgy ennék valamit. Miért nem eszel? Á, böjtölök. Ugye? Olyan levert vagy. Hát igen, böjtölök. Ez egy fontos keresztény gyakorlat. Gyülekezetünkben mindenki böjtöl. Érted? Milyen jó, nem? Kedvet csinálunk a másiknak a böjtölésre. Ezzel. Wow! Így kell savanyítani uborkát is. Ettől biztos az lesz. Nem? Amikor böjtölsz, ne ezt csináld. Érted? Ezt a képmutatók csinálják. Ez butaság. Ezt kifele akarod megélni a kegyességedet. Tehát azt akarod, hogy a mások véleménye határozza meg, hogy ki vagy. A böjtnek pont az a lényeg, hogy belülről kifele hason, érted? Nem kell látható legyen. Azt lehet, hogy csak te tudod és Isten. És lehet, hogy pont ez a jó. Böjtölök. Érted? Jaj, hanem inkább azt mondja, Isten, mit csinálj? Kedd meg a fejedet olajjal. Fogod az étolajat. Hello, sziasztok. Te mi van veled? Böjtölök, azt mondta az úr, ez kecse. Na nem, hát most a mai viszonylatban, hogy gondoljuk ezt? Böjtölsz, azt mondod, hogy holnap böjtölni fogok. Akkor ma megmosom a hajam. Fölkészülök. Reggel, érzem, hogy kicsit éhes vagyok, akkor megmosom az arcom. És vidáman, frissen, így fogok böjtölni. Még mosolygok is lehet. És kérdezik az emberek, mi van veled? Semmi, jól érzem magam. Egyszerűen ennyi. Tényleg? Figyelj, jössz ebédelni? De ne haragjatok, most nincs rá időm, most valami fontosabbat kell elintézzek, és ne haragjatok, most nem megyek veletek. És míg a többiek lemennek, te előveszed a Bibliádat, elkezded olvasni, te imádkozol. Legalábbis én így jártam, mert volt 20 percem, amikor a többiek még lent voltak. Igen, volt 20 percem Bibliát olvasni, meg imádkozni a munkahelyemen. És nem zavar senki. Ah, de jó. Még hangosan is imádkozhattam. Bár annak mindig van veszélye, azt hiszik, hogy hogyha legalábbis olyan helyen, ahol sokan vannak, hogyha hangosan imádkoz és egyedül, akkor azt hiszik, hogy valami lövésed van. De hát én tudom azt, hogy kivel beszélek, és azért Isten szívünket is látja, tehát nyugodtan lehet magunkba is imádkozni. De látod, ne az emberek lássák, hanem Isten. Ez egy Istennel töltött különleges idő. És ez lehet, hogy rejtve van, de Isten ezt is látja. És higgyétek el, hogy Isten majd nyilvánosan ezt visszapótolja. Aki úgy éli meg az életét, a hívő életét, hogy minden látszódjon, veregessék állandóan a vállát, mindig ismerjék el, hogy ő mekkora nagy hívő ember, azt mondja Isten, hogy az már most ebben megkapta a jutalmát. Ennyi volt a jutalma. A többiek válveregetése. És ennyi. Viszont az, aki tudja ezt mindezt rejtve tenni, annak Isten egyszerre fogadni egy olyan áttörést az életébe, olyan nyilvánvalóvá lesz, hogy senki le nem tagadhatja azt, hogy az Isten volt az életébe. Vannak olyan emberek, akik soha nem mondják, de kitartóan, rendszeresen imádkoznak éveken keresztül valakiért. Mert szeretik azt az illetőt, és szeretnék, hogy az az illető megtérjen, és megismeri Istent, és megmeneküljön a halálból. És lehet, hogy nem mindig dörgölik az orrál, hogy imádkoztam, érted, van már valami változás? Nem akarsz megtérni, mert most már másért is szeretnék imádkozni. Hát érted? Nem ezt mondják, hanem ott vannak, és imádkoznak. Még akkor is imádkoznak, érted? Amikor akkora bunkó vagy, hogy legszívesebben, a legtöbben nem imádkoznának, érted? Hanem egy kanál vízbe szeretnének jó tartósan bemeríteni. Érted? És ezt gondolj végig. De ezek az emberek imádkoznak, érted? Miért? Mert Isten azt adta a szívük, hogy szeressenek téged. Mert Isten is szeret téged, és Isten nem mondott le. És Isten nem végez fél munkát. Érted? És Istennek nem elég a 38 nap. Istennek nem elég a 38 hívő. Ha ő 40-et szeretne, akkor 40 lesz. Kitart a mellett a kettő mellett is, aki még nem az övé. Érted, milyen Istenünk van? Ha ilyen Istenünk van, akkor mi is jó, hogyha erre a hasonlatosságra, erre a képre változunk át. Tudunk kitartóak lenni. Kérünk Isten telenőt, amilyen elfogy. Az Úr Jézusé is elfogyott, mert ő ember is volt. Emberi formába jött el. És 40 nap után megéhezett. Éhség, gyengeség, érted? Fájdalom, minden egyéb. Kell, hogy pótoljuk. Mi is? Hát nincs szükségünk lelki előre, szellemi erőre. Hogy oda tudjunk menni Istenhez. Néha ebből kevesebb van, mint a testiből. Mert megcsináljuk, csináljuk monoton, mert tudjuk, hogy ezt kell csinálni, de kiégünk, és nem látjuk az értelmét, és lelkileg sivárságban vagyunk. Akkor lehet, hogy oda kell menni Istenhez.
Lehet, hogy el kell menni egy olyan helyre, ahol csak Isten van és én. Lehet, hogy le kell mondjak egy-két dologról, és kifejezem ezzel Isten előtt is, meg legfőképp magamnak, hogy fontosabb Isten, mint bármi más az életemben. Amikor böjtölök, egy létfontosságú dolgot vonok meg magamtól, az élelmet, vagy az innivalót. Ez létfontosságú ahhoz, hogy éljek. De ezzel kifejezem, hogy többre értékelem Istent, nagyobbra értékelem Istent, mint ezek. Érted? Ha a feleségemből csak azt látom, hogy érted, hogy na, szüljön gyereket, meg vezesse a háztartást, meg főzzön. Ez nem egy jó házasság. Tehát kell az, hogy értékeljem, becsüljem azért, aki. Nem csak azért, amit tesz. Érted? Vagy tegyek valamit. Viszont csak, hogy kimutassam azt, hogy nekem fontos, és szeretem. Isten mennyire szeret bennünket? Hogy fejezze ki még jobban, hogy szeret téged, kedvesem, vagy engem? A legdrágábbat Jézust odaadta, érted? Megértem, a bűneinkért. Nem a jófejságodért, hú, mert olyan aranyos, meg jó ember vagy, hanem azért, mert romlott, bűnös, hibás, elrontott életű ember vagy. Meg én is. Odaadt értünk Jézust, hogy bennünket megváltson. Akkor nem fejezhetném ki neki én is azt, hogy fontosabb vagy számomra, mint ezen a földön egy-két nap. Mint a föld élet. Köszönöm, hogy megnyitottad nekem az örökké valóságot. Hogy örök életem van. Nem? A böjtölés az erre is nagyon jó. Ez egy Isten tisztelet. Ez egy ünneplés. Az egy ünneplés, ahogy Joel próféta mondja, az első fejezet 14-es versében, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a vérneket, az ország minden lakóját, Istenetnek az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Tartsatok böjtöt! Mondjátok, hogy ünnep lesz. Érd meg a böjtöt ünnepnek. Ünneplem az Urat, halleluja! Avval áldozok neki, kedves ital és ételáldozatot adok az Úrnak, és nem eszem meg. Akkor megtértem, voltak ilyen vodkák, minden egyéb, amiket vettünk házi bulira, ma jó lesz. De jaj, hát akkor már minőségit kell venni, akkor már legyen Smirnoff, meg Abszolút, meg minden egyéb, tehát akkor minőségi piák, Ballantyne's, azért szépen úgy mutassuk már meg, hogy azért kik vagyunk. És akkor megtértem, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem fogom meginni. Én ezt nem akarom meginni. Mert ez tönkretette a családomat, ez tönkretesz engem is. Én ezt nem fogom meginni. Hát, előjött bennem a kereskedői véna. Hát gondoltam, hogy ha ennyiért vettem, hát uram, figyelj, neked adom a tizedet, oké? Segíts elpasszolni jó áron. Ezt így magamba gondoltam, hogy hát eladom. Tehát nem így mondtam ilyen kegyesen, hogy uram, eladom ezt, és adakozni fogok. Adok a szegényeknek is belőle. De jó lesz. Így már megszentelődik, igaz? Ugye? Így a drogos pénz legális lesz, a prostitúcióban minden oké, na hát ha az Úrnak adunk bele tizedet, akkor minden oké. Igye? Azt mondta nekem az Úr, önts ki. De mondom, uram, ez nagyon drága. Ez nagyon sok pénz. De tényleg szólt Isten. Hát én még elkezdtem mondani neki magamba. Hát csak nem őrültem meg. Hát ilyet csak nem. Ennyi pénzt? Csak úgy... Hát inkább pocsékba menjen, mint kárba. Érted? Hát akkor megissza az ember. Mit csinálják? Mit csinálják? Hát kijöntöttem. Mert szólt hozzám Isten. Pont az Ószövetségből olvastam, hogy ilyen italáldozatokat is adtak Isten. Kijöntöttek. Ami drága volt, ami értékes volt, az az igazi áldozat. Értitek? És kijöntöttem Istennek, kedves volt. És tetszett. Hogy nem éltem vele. Lehet ilyet hozni. Ez fontos. A böjt ünneplés, de azért egy javaslattal, ha élthetek, ünnepekkor ne böjtöljünk. A kettő nem ugyanaz. A böjt ünneplés, de ünnepekkor ne böjtöljünk. Ünnepelhe, vagy böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a bőlegény? Amikor böjtölsz, akkor azért lehet, akkor ne a születésnapodra essen, ne házasságévfordulóra, ne a család jeles eseményeire, ne karácsonyra, vagy ilyesmire, mert akkor tudod, hogy akkor ez is a szeretet kifejezése, hogyha a nagyszüleid, szüleid meghívnak téged ebédre, vacsorára ott, vagy közöttük, hogy ne legyen ez elutasító számukra. Legyél benne bölcs. Na nézzünk meg még egy részt, ez lesz szerintem az utolsó, mert az időnk halad.
Ez pedig az Ézsaiás 58. fejezete, az egész fejezete. Ézsaiás 58-ból. 1-14-ig. Kiálts, ne sajnáld a torkod. Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Ugye milyen érdekes? Eddig mind jókat olvasunk, nem? Hát nézd, mit csinálnak? Keresik Istent, szeretnék megismerni az utait. Nem? Őszintén, ma miért vagyunk itt? Nem azért? Hát, hogy Isten azért csak segítsen már nekünk. Adjon útmutatást. Keressük Istent. Mégis azt mondja Isten, hogy harsogjon a hangod, és mondd meg nekik, Jákob háznak, hogy mi a bűne, mi a vétke. Hogy úgy tűnik, mint olyan nép, ami tiszteli Istennek a törvényét, és nem hagyja el, ugye Istent. Mint tette igazak. Na hát itt van, értitek? A bőjt ez is segít, ebbe is segít. Lásd magad a tisztán. Hogy élek? Ez képmutatás vagy valóság? Tényleg Isten szerint élem az életemet, vagy nem? Erre jönnek az emberek. Mi böjtölünk. Ó, miért böjtölünk? Mondják. Hát ha te nem hallgatod meg. Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? És Isten válaszol. De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Hát ilyen az a böjt, ami nekem tetszik. Ilyen az a nap, amikor az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szor maga alá, azt nevezett böjtnek is az Úr kedves napjának. Értitek? Nem a külsőség a lényeg. Nem az, hogy most nem eszek, most nem iszok, most hívő vagyok, most melyek a gyülekezetbe? Hanem mit csinálsz egyébként? Mi van a szívedbe? Hogy gondolkozol? Hogy beszélsz? És mit teszel? Ez fontosabb annál. Megbántottak. Bosszút állok. Nem fogom elengedni. Kiállok magamért. Nekem van igazam. Azt mondja Isten, ez nem böjt. A böjt az, hogy Istenhez fordulsz, és a magad igaza helyett Istenre bízod az egészet, és Istent keresed, hogy kicsoda ő. Ez az igazi böjt, kedveseim. Ez az igazi böjt. És ebből ki kéne jöjjünk. Tudod, amikor böjtölsz, az egy nagyon jó dolog, mert helyreállhatnak a kapcsolataid pont emiatt. Hogy te vélt vagy valós igazságodat elengeded. És átadod Istennek. Megmondom őszintén, nekem ez nem egyszerű, mert nagyon nagy igazságérzettel áldott meg Isten. És rendkívüli módon zavar az igazságtalanság, és úgy igényelném Isten beavatkozását, ugye a büntetés terén elég sokszor mások életében leginkább. De néha a sajátomba is, hogy néha legalább kicsit megverne, ugye még a mezőmisi is ezt énekli, hát tényleg, nem? Jár a büntetés, mérje ki, verje meg, jó, túl vagyunk rajta, menjünk tovább. Vagy a szomszéd ilyen, uram, hallod, megint 11:30-kor miért megy az a rohadt centrifuga? Itt van az ideje, uram, a mennyei ítéletnek, itt van az Armageddonnak a helye. Hát tényleg így érzem néha, akkor nem tudok aludni. És zavar. Így alszol, érted este. Minden bajom van. És akkor az igazságérzetem nő. Fejlődik, növekedik. Halleluja! Az enyém, de nem az úri. Értitek? De most ezek buta példák. De értitek, hány ilyen van? Hányszor múlik rajta a barátságunk, családi kapcsolatok, házasság? Hogy nem tudjuk egy pillanatra letenni, csak egy pár napra letenni Isten elé. Hát, ha Isten máshogy látja. Vagy hát, ha Isten azt mondja, hogy jogos, amit mondok, de a megoldás az más, mint amit én gondoltam, és amit én elterveztem. Mi lenne, hogyha letenném Isten elé? Mi lenne, hogyha egy nem kíván terhességet, mielőtt véget vetek neki, letenném Isten elé? Uram, mi legyen evel az élettel, aki szegény nem tehet arról, hogy milyen döntést hoztunk, vagy mibe keveredtünk? Érted? Mi lenne, ha
ha csak pár napot igazán böjtölnénk, nem változhatna meg az életünk? A családunk élete? A nemzetünk élete? Mit gondoltok? Ha odaszánnánk Istennek, és lemondanánk dolgokról, ami számunkra fontos, kényelmes, az igazságunkról, a testi erőnkről, az okosságunkról, az okoskodásról, és azt mondjuk, hogy most nem ezek szerint fogok élni, hanem Istenre bízom, ha Isten megadja, megadja. Nem a sármom, nem az eszem, nem a kapcsolatrendszerem, most egyedül Isten. Hát ha. Ezek lesznek az igazi megtapasztalások. Nekem az olyan ből tetszik, mondja Isten, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, és szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózzál testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod. A homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falakat emelsz a régiek által lelakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Nos, egy pár dolog, még egy pár gondolat ehhez. Nézzük. Mit mond Isten? Milyen a jó böjt? Amikor rendezed a kapcsolatokat. Amikor valakivel kapcsolatban neheztelésed van, vagy haragszol valakire, vagy rendezetlen ez az ügy, bocsánatot kéne kérjél, akkor ezt rendezed. Érted? Amikor nem mutogatsz ujjal, hogy ki a hibás, más a hibás, hanem önvizsgálatot tartasz Isten előtt. Hagyod Istennek, hogy megvizsgáljon téged. Amikor nem beszélsz álnokul, amikor megtisztítod a szádat. A böjtölés az is, kedvesem, hogy kevesebbet beszélsz, és megfontolod, hogy mit mondasz. És hülyeség, sikamlós dolog, flört, minden egyéb ilyen, ami se igen, se nem, meg minden egyéb, az nem jön ki a szádon, meg hazugság nem jön ki a szádon. Egyébként néha nagyon nehéz igazat mondani, azt is tudom. Főleg, amikor könnyű lenne egy dolog mögé rejtőzni. És mi jól is hangzik. Hát elkéstem, mert későtt a busz. Nagy volt a forgalom. Lehet, hogy az volt, de igazából későn is indultam. Érted? És akkor nem bújhatok-e mögé? Ha böjtölök, akkor meg kell mondjam az igazat, ne haragudj. Ezt elszúrtam. Ez egy hibám. Értitek, hogy mit akarok ebben mondani? Hogy végre nem magadba fogsz bízni, nem a magad oltalma leszel, hanem Isten lesz a te oltalmad. És hagyod Istennek, hogy ő avatkozzon be az életedbe. Ez az igazi böjt. Ezért választják ezt a böjtöt kevesen. Ez tényleg lemondással jár. Nem csak az, hogy nem eszem, nem iszom, külsőleg így járkálok, meg hamuból ölök, meg olyan ruhába öltözködök, hogy most lássák, hogy böjtölök. Érted? Meg most böjtölök, egész nap otthon kuporgok az ágyba, az nem böjt. Annyira éhes vagyok, megnézek két filmet, ne gondoljak az éhségre. Ez nem böjt. Érted? Az az igazi böjt, amikor Istenlé megyek, és elengedem ezeket a vágyaimat, terveimet. Megbocsátok másoknak. Amikor lehet, hogy felkeresek mást, és elmondom neki ezt. Vagy bocsánatot kérek. Amikor Istenlé viszem a számat, és azt mondom, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom, és én is tisztátalanná lettem. Ilyeneket beszélek. És az a baj, hogy ilyeneket beszélek, azt tudom, hogy az nem csak a számat érinti, hanem a szívemből jönnek ezek a dolgok. Valahol elhangolódtam. Valami nem stimmel. Uram, segíts meg! És Istenlé kell menjek. Tisztítson meg! Ez a böjt. Érted? Ez a böjt. Hogy nem megyek el szótlanul egy nehéz sorsú ember mellett, hanem imádkozok érte, segítek.
Én smucik vagyok néha. Nem mindig, de azért előfordul, bevallom őszintén. Ott van egy halítalan. Kis darjébejek, ne szólítson meg, bemegyek gyorsan a szupermarket ajtaján. Nehogy oda jöjjön hozzám. De Isten nem azt mondja, hogy figyelj már, itt most legalább akkor böjtölsz, ez már pár napon. Menj el mellette, nézzél rá, és emberségesen bánjál vele. Mert ez Istennek tetszik, ez öntől Istennel tennéd meg. Ne menj el szótlanul testvéred mellett. Imádkozz a testvéredért, beszélges a testvéreddel. Tudjátok, hogy mennyi buta torz dolog van a fejünkbe? Mert a böjtölés során Isten meg tudna tisztítani, meg tudna szabadítani ettől. Ezért tudjátok, azt javaslom nektek, hogy amikor most böjtölünk, most nálunk van egy 3 hetes ima böjt időszak, amit elkezdtünk ezen a héten, még tart 2 hétig, hagyj bátorítsalak benneteket a következőre. Jövő hét folyamán, amennyire lehet, tartózkodjatok a híradóktól, tévézéstől, filmezéstől, a rádiózástól, amire tőled telik. Lehet, hogy van olyan munkája, ahol ez feszt megy, tehát nem biztos, hogy tehetsz ez ellen. Tarts egy kis böjtöt, hogy kitisztíthassa Isten a gondolataidat. Menj utatlak, ha azon gondolkozol, hogy le fogsz maradni egy hírről, nem maradsz rá, mert erőszakos világban élünk, és mindenhol hallani fogod a híreket. Valaki elküldi neked e-mailbe, hallod a buszon, majd vasárnap prédikálnak róla. Tehát ami létfontosságú, az úgyse fog elkerülni. De ezt akarom nektek mondani, hogy tartsatok egy kis szünetet. Tisztuljon ki a fejetek. Annyira manipulálnak bennünket a médián keresztül, a filmeken keresztül. Érted? Csepegtetik belénk, például a homoszexualitás. Annyira természetes az összes filmben. Sőt, szuper jó dolog. Ja, Isten bűnnek nevezi, meg romlásba visz egy nemzetet. De ezt elfelejtjük. Őszintén, nem vagyunk már immunisak arra, hogyha jó nagy szaftos káromkodások vannak filmekben, és még Istent is káromolják. De megnézzük, mi akik hívők vagyunk, igaz? Nem tűnik föl. Hát, de nincs olyan film. Akkor kérdés az, hogy kell nekünk filmeket nézni? Értitek? Isten igéhez igazodunk, vagy a világhoz? A böjt segít ebbe is. Én nem azt mondom, értitek, hogy fürdővízzel a gyereket is öntsük ki. De nem azt jelenti, hogy nem élhetünk ilyen dolgokkal. De bátorítalak benneteket. Tartsatok böjtöt. Vegyétek komolyan, és észre fogjátok venni, hogy rá fogtok jönni dolgokra. Mennyire manipulálnak bennünket. Ráadásul a választás évében vagyunk. Érted, még jobban megy a manipuláció és minden egyéb. A félemlítés, a fogyasztás, fogyasz. Ne vegyél elő reklámúságot, ha nem muszáj. Nézegesd ezeket. Tisztulj ki. És észre fogod venni, hogyha komolyan veted a böjtöt, sok minden tisztább lesz előtted. Jó döntéseket fogsz tudni hozni. Máshogy fogsz látni embereket, nemzeteket, népeket. Érted? Hagy olvassak föl nektek egy példát Abraham Lincolnnak az egyik közleményéből. Csinált egy kiadványt 1861-ben, amikor úgy érezte, hogy nagy veszély fenyegeti az Amerikai Egyesült Államokat, hogy szét fog esni a nemzet. És ezt írta. Mivel, hogy illendő dolog minden embernek, minden időben, hogy elismerje és tisztelje Istennek mindenek felett álló uralmát, és alázatosan meghajolva alávesse magát az ő feddésének, és bűnbánó szívvel megvallja bűneit és törvényszegéseit, abban a teljes meggyőződésben, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, és töredelmesen, buzgón imádkozzék, hogy az Úr bocsássa meg előbbi vétkeit, és áldja meg őt jelenlegi és elkövetkezendő tetteiben. Ezért én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke, kijelölöm a következő szeptember utolsó csütörtöki napját, hogy legyen az a megalázkodás, imádkozás és böjtölés napja az egész nemzet számára. Emellett határozottan javaslom mindenkinek, különösen az összes lelkésznek, papnak és tanítónak minden felekezetben, és minden családfőnek szenteljenek figyelmet arra, hogy tartsák ezt a napot saját hitvallásuk és Isten tiszteleti szokásaik szerint, alázatosságban és vallásos komolyságban, a végből, hogy a nemzet együttes imája felszálljon a kegyelem trónjához, és bőséges áldást hozzon le országunkra. Több ilyen
nemzeti böjtnap volt, és imanap volt már az Amerikai Egyesült Államok életében. Izraelbe, amikor ugye volt a hatnapos háború, amikor elkezdődött, ugye az arab seregek egyesültek, hogy eltöröljék Izraelt a föld színéről, akkor a főrabbi böjtöt hirdetett, és elkezdtek böjtölni, és Isten megszabadított őket azért hatnapos háború, mert hat nap alatt olyan csapást mért Izrael, picike, kis születendő állam a környék nagy arab birodalmára, hogy megmaradt. Sőt, ekkor szerezték vissza Jeruzsálem fölötti uralmat, vagy részleges uralmat is. Most nem próbálj kontra akarom mondani, csak azt akarom mondani nektek, hogy amikor megalázkodunk Isten előtt, és odafigyelünk Istenre, érted? Akkor áttörés jön az életünkbe. Amikor azt mondja Isten, hogy a böjtöléskor tartsuk a szent napnak, akkor vegyük komolyan mondjuk a vasárnapot is, és ne dolgozzunk azon. Pihenjünk, töltsük Istennel, nem a semmit tevés napja, hanem az Istennel töltött idő, megszentelésnek a napja. Akkor észrevesszük, hogy megerősödünk. Azt mondja, akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, és azt fogod mondani, hogy itt van az Úr. Megtapasztalod. Lehet, hogy van elhúzódó probléma, fájdalom, seb, betegség. Lehet, hogy a böjtölésbe kapnál Istentől segítséget, hogy hogyan lehet ezt helyre tenni. Sokszor ezt mondjuk, jaj, én nem tudok, mert én most beteg vagyok, jaj, én nem tudok ezért, meg azért. Most, amikor Jónás elmegy Ninivébe, ott még az állatokat is böjtre fogják. Érted? Nem ehetett semmi. Annyira komolyan vették Isten üzenetét. A bűnös város, amire azt mondta Isten, hogy mondjad Ninivének, hogy még pár nap is elpusztul Ninive. Ezt hirdette Jónás. Nem volt benne örömüzenet, hogy térjetek meg Krisztus, és akkor nem. Azt mondja, el fog pusztulni. De annyira komolyan vették ezt, hogy Isten ezt az ítéletet is elfordította róluk. Mert megtértek Istenhez. Ha tudod azt, hogy még nem vagy isteni, ha tudod azt, hogy szeretnéd megismerni Jézus személyesen, és fontos számodra, akkor menj böjtben oda hozzá. Nem azért fog Isten szeretni, mert böjtölsz. De amikor böjtölsz, mélyítod magad Isten előtt, hogy elérhetővé váljál, belenyúlhasson az életedbe, hogy az ő igazságát helyezze beléd, hogy gyógyulással szolgálhasson feléd, betölthesse a valódi szükségleteidet. Kész vagy-e böjtölni? Miért? Mert akkor fölragyog a világosságod a sötétségben. Az Úr vezet szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Pedig minden kopár és puszta körülötted. Azt mondják mások, hogy nem lehet megmaradni azon a munkahelyen. Nem lehet megmaradni abban a régióban, vagy abban az országban. De te azt mondtad, hogy de igen. Mert nekem az Úr más mondott. És az Úr indította el győztesen. Ó, halleluja! Fölépítik sőd az ősi romokat, falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, rések befalazójának neveznek, romokat teszel újra lakhatóvá. Miket ígér Isten? Ahol mások kudarcot fulladtak, befüröttek, megálltak, Isten ad meg, hogy tovább menjél rajta. Nem szégyenít meg, hogy csak az alapig jutsz el, Isten lerombolódik, hanem Isten segít, hogy be is tud fejezni azt, amit Isten szerint kezdtél el. Kapsz tőle tanácsot, segítséget. És folytathatnám, hogy mi is a böjt szembesülés önmagunkkal, ugye erről beszéltem, hogy ki is vagyok én valójában, hogy rendeződjenek a kapcsolataim, hogy legyen egy helyes istenképem, hogy ki ő. A böjt az egy tisztulás is. Igen, a böjt egyébként egy fizikailag tisztulás is, méregtelenítés is. Ma ez is divatos. Ez is igaz. Kell a szervezetünknek is. Annyi hülyeséget eszünk, halljátok. Tele van tartósítószerrel, színezékkel, műélelmiszerekkel. Mit gondoltok, miért vagyunk annyira betegek? Miért van annyi különböző allergiás reakció és más egyéb betegség? Szükség van erre is néha szervezetnek, de leginkább arra, hogy visszatérjön a teremtőnkhöz. Hogy ő maga tudjon megeleveníteni bennünket belülről kifele, a szellemünket, a lelkünket, az akaraterőnket, a fizikai állapotunkat. Érted? Fontos, tegyük oda magunkat. A szellemi harc része, az Isten tiszteletnek a része. Mint okos Isten tisztelet, odaszánom testemet élő és szent áldozatot, amit tetszik az Istennek. Érted? Hogy megítélhessem. Mi a jó? Mi a neki tetsző, és mi a tökéletes? Róma 12.1.2-ben ezt olvassuk. Megsanyargatom testem, és szolgálvá teszem. Megmutatom, hogy mi a főnök, nem az ösztönökkel irányítsanak, hanem Isten irányít, én irányítok.
Aztán a gyász, az elengedés, a helyreállásnak is a szimbólum. Amikor gyászoltak, akkor böjtöltek. Mondták, hogy szükségem van helyreállásra. Szükségem van elengedésre, és kifejezem Istennek, hogy elengedem ezeket a dolgokat. És hozzátartozik a megtérés, az alázat, az engedelmesség, a valódi élet. Hadd mondjam el nektek azt, hogy most, amikor böjtölni fogunk, vagy böjtölünk, most az is jó hír, hogy együtt tesszük, és bátoríthat az, hogy mások is böjtölnek, és talán lehet, hogy segítség az, hogyha néha összetudsz valakivel jönni imádkozni, vagy tudod azt, hogy most mindenki pont ebben az időpontban imádkozik, együtt imádkozhatunk, együtt lehetünk, együtt kereshetjük Istent, ez is lehet bátorító és közösségformáló. Bátorítalak, hogy próbáld meg ezt kihasználni, és a következőkre még felhívnám a figyelmeteket, és ebben befejezem. Tehát a böjt nem gyötrés, nem fogyókúra, nem csak annyi, hogy nem eszünk, hanem lemondunk számunkra valami szükséges dologról, hogy az Úr jelenlétében lehessünk, kifejezve ezzel is, hogy számunkra a legfontosabb Jézus. És mi, bár még itt vagyunk a Földön, nem e világhoz tartozunk. Megfegyelmezzük testünk kívánságait és önző vágyait, önfegyelmet gyakorlunk. Böjt alatt, amikor kihagyunk étkezést, akkor felszabadítjuk az időket, hogy többet legyünk Istennel imában, igeolvasásában, az evangélium megosztásában. Böjt alatt nem élünk kedvteléseinknek, nem a kényelmünkkel foglalkozunk, nem tévézzünk, facebookozunk, nem internetezünk, csak tényleg határozott céllal. Nem fogyasztunk édességet, alkoholt, nem nézünk filmeket, nem shoppingolunk feleslegesen, és a többi. Továbbá jó a böjt, ha nem hangoztatjuk mindenkinek, hogy mi most böjtölünk, ha nem az éhségre, hanem a böjt céljára összpontosítunk. Ha nem vagyunk komorak, hanem inkább vidámak. Ha valakivel lenne rendezetlen kapcsolatunk, azt rendezzük és megbocsátunk. Nem csupán elhagyjuk a kedveléseinket, hanem az Istennel való közösségre használjuk föl a felszabaduló időt. Ez nagyon-nagyon fontos. Hadd javasoljam nektek ezt. Tegyük ezt most együtt. Tehát, hogyha nem csináltál még ilyet, akkor itt van a lehetőség. A kedveléseidet, ami nagyon fontos, próbálj meg lemondani róla. Nem mondom, hogy az egész héten, de mondjuk szórjál ki 3 napot, vagy 2, és mondd azt, hogy azon nem fogsz. Javaslom, az egyik legyen a csütörtök, a másik meg a vasárnap legalább, mert akkor úgyis együtt vagyunk, és akkor tudunk egymásért is imádkozni. Fontos a kávé? Mondj le a kávéról. Fontos a kóla? Mondj le a kóláról. Valakinek ez, valakinek az. Érted? De folytathatnám. Ne nézzél filmeket. Ne fogyasszál alkoholt, ne egyél édességet. Ne a kényelmedre összpontosítsál. Persze most, ha valakinek pont akkor van születésnapja, hogy ilyesmi nem erre vonatkozik, de értek, hogy mit akarok mondani, hogy vegyük komolyan. Vegyük komolyan, és Isten fog áttörést adni. Megígérte. Ő azt mondta, eljön világosságod, mint a hajnalhasadás. Megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert. Nem jó ígéretek ezek? Isten elfogad bennünket? Vedjük komolyan Istennek a felhívását erre a szuper ünnepre, hogy vele lehessünk. Ha nem ismered Istent, és tudod azt, hogy mélyülnie kell a kapcsolatodnak, most ebben a böjtben menj oda hozzá. Javaslom, hogy kevesebbet telefonáljunk. Közösségi médiával is tegyük egy kicsit le. Helyette vegyük elő a Bibliánkat, kezdjük el olvasni, tanulmányozni, egy kicsit gondolkodni rajta. Imádkozzunk többet, imádkozzunk együtt. Van lehet egy jó keresztény könyv, amit régen el akartál olvasni. Vedd elő, és inkább azokat olvasgasd. Érted, ebédkor, vagy este fele. Nehéz lesz. Senki nem mondta, hogy a böjt az könnyű. Érted? A böjt az nem egy happy dolog. Jaj, de jó, böjtölök. Akkor mindenki böjtölne. A böjt nehéz dolog. De megéri, mert áldott dolog. Hát használjuk ezt, értetek? És közben meg imádkozzunk. Imádkozzunk azért, amit Isten mondott. Imádkozzunk magunkért, a szeretteinkért. Imádkozzunk azért, hogy megismerjék Istent. Imádkozzunk azért, hogy meggyógyuljanak. Imádkozzunk azért, hogy helyreálljanak a kapcsolatok. Istennek nincs lehetetlen. Úgyhogy én bátorítalak is benneteket, hogy tegyük ezt így. Imádkozzunk, menjünk Isten elé most, jó? És imádkozzunk.